Jó reggelt kívánok 2022. július 4-én, hétfőn. Kegyelem nekünk és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól, és ami Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Ámen. Imádkozzunk. Mindenható mennyei édesatyánk, egy újabb héttel ajándékozol meg bennünket. Köszönjük azt, hogy felkelhetünk. Köszönjük azt, hogy végezhetjük a dolgainkat. Köszönjük azt, hogy neked van elképzelésed, terved, amely jó terv, úgy az életünkre nézve, mind a közösség életére, amelybe odaállítottál bennünket. Kérünk, hadd tudjuk naponta felvenni a keresztet, naponta oda tenni az oltára a mi életünket, hogy igazán neked tudjunk szolgálni. Áld meg, kérünk, most is, amikor az igédre szeretnénk figyelni. Szentlélek Isten, járj át bennünket, és ha kedves te előtted, ajándékozz meg minket a te üzeneteddel, és adj erőt, hogy azt meg is tudjuk valósítani. Amen. A mai napra rendelt új szövetségi igeszakaszt olvasom. A Jelenések könyve második részéből, a 12. verstől a 17. versre bezárólag a következőképpen. A pergamoni gyülekezet angyalának írd meg, ezt mondja az, akinél a két élő éles kard van. Tudom, hol van a lakóhelyed, ahol a sátán trónja van, de ragaszkodsz a nevemhez, és nem tagadtad meg az én hitemet, Antipász napjaiban sem, aki hű tanúm, akit megöltek nálatok, ahol a sátán lakik. De egy kevés panaszom van ellened, mert vannak nálad olyanok, akik Bálám tanításához ragaszkodnak, aki arra tanította Bálákot, hogy törbe csalja Izrael fiait, hogy bálvány áldozati húst egyenek és paráználkodjanak. Így nálad is vannak olyanok, akik szintén a nikolaiták tanításához ragaszkodnak. Térj meg tehát, különben elmegyek hozzád hamar, és harcolok ellenük számnak a kardjával. Akinek van füle, hallja meg, amit a lélek mond a gyülekezeteknek. Aki győz, annak adok az elrejtett mannából, adok neki fehér kövecskét is, és a kövecskére írva új nevet, amelyet senki sem tud, csak az, aki kapja. Eddig a felolvasott ige szakasz. Kedves testvéreim, ezen a héten a hét Jelenések könyvében felsorolt gyülekezethez írt levelet vesszük végig, mert ezek lesznek a napi igék, és most éppen Pergámonnál tartunk. Mind a hét gyülekezet Kis-Ázsiában található, a mai Törökország területén, és egyik sincs már meg keresztjén gyülekezetként. Döbbenetes, hogy Isten azokat a gyülekezeteket, amelyeket korábban mintaként állítottak, sem tartotta meg, mert nem fogadták meg azt, amit megírt nekik. Mert megengedi a történelem ura, hogy olykor a kereszténységet megalázzák, üldözzék, és megpróbálják elpusztítani. És valójában azért nem sikerül, mert mindaddig, amíg az Úr Jézus Krisztuséi vagyunk, addig ő megőriz bennünket, hiszen ő már legyőzte a halált, és nála vannak a pokol kulcsai. Pergánomba írja a levelet, amely egy olyan település, ami mindig is versengett Efézussal, hogy melyik legyen a székhely, melyik legyen a tartományi főváros, hogyha arra került a sor, hogy a római uralom ki akart nevezni valakit. Éppen ezért többféle kultusz is dívik benne, azonban a legerősebb a császár kultusz, ami abban a korban elvárt volt, hogy a római császárt istenként tiszteljék, ezért templomokat is építettek neki. A feljegyzések szerint Krisztus előtt 29-ben Augustusnak építettek, valamint Róma nevezetű templomot is építettek ott. Valami olyasmi lehet ez a város, mint amikor az ember szétnéz, körbenéz, és mindenütt templomtornyokat lát, de egyik sem keresztény templom. Még egy jellegzetessége van Pergánonnak, a fiatal kecske bőréből készített pergamen, az Pergánonról kapta a nevét. A hivatalos iratokat és később a tekercseket, amikor pergamenre írták, az Pergánonról kapta a nevét. Van viszont gyülekezet. És a károli fordítás így indít, tudom a te dolgaidat. Isten ma is tisztában van. Tisztában van veled, tisztában van a gondolataiddal, a nehézségeiddel, az örömeiddel. Tudom a te dolgaidat. Tudom, hol van a lakóhelyed, és éppen ezért hívja a sátán trónjának, mert hogy a császár kultusznak az egyik központja. Antipász volt az, akit
Mintegy 50 évvel István vértanú halála után valószínűleg szintén meglincseltek a keresztény hitéért, és a gyülekezet megtartja az Úr Jézusnak a nevét, nem tagadja meg, és továbbra is hűségesen kitart mellette. Viszont a megszólítás érdekes, ahogyan azt mondja, ezt mondja az, akinél a kétélű éles kard van. Mi ez a kétélű éles kard? A zsidókhoz írt levélben úgy olvasunk Isten igéjéről, mint amely élesebb minden kétélű törnél. A kétélű tör, a kétélű kard volt az az eszköz, amivel az áldozati állatot levágták és utána megtisztították, ezért tudott mindkét irányba vágni. Isten igéje nem más, mint ami megtisztít, amely lemetszi rólunk azt, ami Isten előtt nem kedves, amelyet külön tudja választani, hogy mi a jó és mi a rossz. Fájdalmas? Lehet. De kell, szükséges, ahhoz, hogy az örök élet szerint tudjunk élni. A kétélű éles kard tehát az az ige, amely tisztít bennünket. Ott és akkor Pergánonban is szükség volt erre a tisztulásra, mert külső és belső támadásnak volt kitéve. A külső támadás volt a császárkultusz. A belső támadás pedig a nikolaitáknak a dolgai. Mit jelent ez? Ők voltak azok, akik talán keresztényként olyan felsőbb rendűnek érezték magukat, hogy azt mondták, hogy a földi dolgok azok már nem számítanak. Éppen ezért nem számít a paráznaság és nem számít a bálványimádás. Annak idején meg akarta átkoztatni Isten népét Bálák, és ezért felbérelte Bálámot, de ő nem tudott csak áldani. Viszont annyit sikerült elérni, hogy akkor Izrael fiai, akkor Isten népe moábita leányokat és asszonyokat vettek feleségül, akik utána a Baál kultuszra csábították a népet. Magyarul sikerült mégiscsak valamennyire megfertőzniük Istennek a népét. És erre mondja azt Isten, hogy ezt nem tűri el. Ahogy ott és akkor abban az időben sem tűrte el, hogy más idegen isteneket imádjon az ő népe, ez így van ma is. Ő nem tűri el, hogy más is ott legyen a szívünkbe, hogy más odaüljön a szívünk trónjára, mint ő. Amin csügg a szíved, és amire bízod magad, valójában az az Istened, mondja Luther. Amin csüng a szíved, és amire bízod magad. Tehát ahová a gondolataim elkalandoznak, és amibe, akibe vetem a bizalmamat, valójában az az Istenem. Ne legyetek hát ti se bálványimádók, nem csak Pergánon, hanem mindazon gyülekezetek, amelyek itt vannak. Mi a lehetőség? A megtérés. Ezt mondja, térj meg hát! És itt valóban az a szó szerepel, amely klasszikus értelemben a visszafordulást, a váltó átállítást jelenti, amikor valaki átadja életének az uralmát az Úr Jézus Krisztusnak a kezébe. Ez az, ami a győzelmet elősegíti. Aki győz, annak adok az elrejtett mannából és egy fehér kövecskét. Mit jelent ez? Az elrejtett manna nem más, mint az, amit a pusztában vándorló Isten népe naponta megkapott ahhoz, hogy tovább tudjon vándorolni. Tehát a naponkénti erő. Aki győz, az megkapja ezt a naponkénti erőt. A fehér kövecske pedig nem más, mint az az új szövetség, amelyet felkínál nekünk az Úr Jézus Krisztus. Az az új szövetség, amelyben kap az ember egy új nevet, amit senki sem tud, csak az, aki kapja, és nyilván Isten, aki neki adta. Titok? Titok. Van, amit nem kell tudnunk megmagyarázni. Van, amit csak Isten tud, és Isten lát. Amikor mindez megtörténik, akkor már készen állunk arra, hogy úgy szolgáljunk Istennek, amilyen tisztán az hozzáillik. Egy történet szerint egy fiatalember elment a bölcshöz, mert szeretett volna bölcsességet tanulni tőle. A bölcs erre azt mondta neki, hogy rendben van, itt van ez a kosár, menj le a patakhoz és hozz egy kosár vizet. A fiú furcsán nézett rá és megkérdezte, hogy na de kosárra nem lehet vizet hozni. Mire a bölcs azt mondta, hogy ja, hogyha nem akarsz bölcsességet tanulni, akkor nyugodtan menj haza, akkor nem kell csinálni, amit mondok. Erre a fiú fogta a kosarat, lement a patakhoz, megmerítette, és próbált vizet vinni vele, de nem sikerült. Persze, hogy nem sikerült, hiszen a kosárból kifolyik a víz. A bölcs pedig újra meg újra bíztatta, hogy ne hagyd abba.
Mert szinte egész nap ezt csinálta a fiú, hogy hordta a kosárral a vizet, ami mindig kifolyt belőle. Amikor egyszer már nem tudta tovább tűrtőztetni magát, ledobta a kosarat a bölcs elé a földre, és azt mondta, hogy nem csinálom tovább, ennek így semmi értelme nincs. Megkérdezte a bölcs, hogy miért? Hát nem látod, hogy nem lehet a kosárral vizet meríteni és vizet hozni? Mire megszólalt a bölcs, hogy igen. De észrevetted, hogy milyen tiszta lett a kosár? Olykor úgy érezzük, Isten igéje ismétlődik. Olykor úgy érezzük, nincs ránk hatása, pedig de van. Isten igéje nem tér vissza hozzá üresen, és élesebb minden kétélű törnél, amely képes szétválasztani a jót és a rosszat, benned is és bennem is. Engedd hát, hogy megtisztítson. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, olyan nehezen adjuk meg magunkat neked, mert attól félünk, fájni fog, amit teszel velünk, pedig valójában csak az a jó, és csak az ad békességet, amit tőled kapunk. Segíts nekünk alárendelni magunkat neked, hogy valóban teljesíteni tudjuk mindazt, amit te vársz tőlünk. Áld meg, kérünk így a mai napunkat is. Te légy mindazokkal, akik tőled várnak segítséget. Adj türelmet és szeretetet a szívünkbe. Adj olyan bölcsességet, amellyel igéd fényébe különbséget tudunk tenni a jó és a rossz között, és adj olyan erőt, hogy tudjunk mindig téged választani. Ha kedves te erődted, akkor fékezd meg a háborút, és add, hogy mielőbb béke legyen. Köszönjük, Úr Jézus, hogy ma is velünk vagy. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma. És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében, akié a dicsőség örökkön örökké. Amen. Áldott napot, áldott hetet mindenkinek!